Az energetikai tanúsítvány beszerzése bizonyos ingatlan ügyletek esetében kötelező, ugyanis ennek hiányában a szükséges jogi és adminisztrációs lépéseket sem tudjuk megtenni. Az energetikai tanúsítvány minden eladott ingatlannál kötelező jellegű. Ami nem kötelező, a földhivatalhoz ezt bevinni, ugyanis ezt az ügyvédek szokták intézni. Ami viszont kötelező, az a szerződésben való rögzítése. A tanúsítvány valójában egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire. A dokumentum tartalmát is jogszabály rögzíti, viszont van két olyan eleme, amely laikusok számára is könnyen értelmezhető. Ezek közül az egyik maga a besorolási rendszer, amely nagyon hasonló a háztartási gépek kapcsán megismert rendszerhez. Én hiszem, hogy például mondjuk egy újépítésű ingatlanoknál ezek a fajta energiabesorolások már ugye a legmagasabb szintet érik el, míg egy régebbi típusú, akár mondjuk vályokház, ahol nincsenek az ablakok kicserélve, ott egy kisebb besorolást tudnak csak tanúsítani. A dokumentum valójában túlmutat a puszta besoroláson. Amellett, hogy megtudhatjuk, hogy az általunk használt, illetve megvásárolni kívánt ingatlan 2A+-os, ami a legjobb energetikai paramétert jelenti, vagy éppen átlagos, vagyis 2F besorolású, a tanúsító szakember javaslatokat is tesz a házunk, lakásunk energetikai állapotának javítására. Javaslatot tesz az energetikus arra vonatkozóan, hogy milyen felújításokat kell tenni, milyen olyan beruházásokat kell eszközölni ahhoz, hogy egy magasabb energiabesorolást kapjon az ingatlan, és ezzel egyfajta energiát is megtakarít természetesen. Olykor viszonylag csekély befektetéssel is jelentős energiamegtakarítás érhető el, emiatt drágábban tudjuk eladni ingatlanunkat. Ha nem akarunk költözni, akkor is érdemes megismerni az energetikus véleményét és javaslatát. Mivel a háztartások éves energiafelhasználásának több mint kétharmada a fűtésköltsége, egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi energiát tudunk akár egy szezonban is megtakarítani.